A mai palettában szóba került már Barcelonában a Sagrada Família, az imént Törökországban jártunk egy párevezős edzőtáborban, most pedig akár a Portugálról is beszélhetnénk, ami Egresi Zoltán előző sikerdarabja, de inkább beszéljünk a Gordiuszról, ami a mostani, és hát ugye egy drámaíró pályázatra készült, az eredeti verzió. Aztán szóltatok neki, hogy kéne egy bővített verzió. Igen, Egresi Zoltán Gordiusz című darabjára készülünk, egész pontosan az ősbemutatóra. Ez egy egyfelvonásos, ami a karantén alatt játszódik, a Zoli karantén komédiát adott meg műfai meghatározásként. Egy házas pár a lockdown alatt hát próbálja élni a mindennapokat, és ennek a... próbálja túlélni a mindennapokat. Ami néha kedvesebb, néha pedig gondolom veszekedéssel teli, és nem csak egy házas pár van benne, hanem van egy harmadik szereplő is, aki egy takarítónő. Igen, aki egyszer csak megjelenik és felkavarja az állóvizet, ami nem igaz, mert folyamatosan, tehát igazából én 15 hetet voltam önkéntes karanténban, úgyhogy megtapasztaltam, hogy ez milyen bezártságot jelent, nem csak testileg, hanem lelkileg, tehát az ember egy kicsit elkezd így beszűkülni, és az őrület határáig kerülhet, főleg ilyen hosszú idő után, és szerintem ez egy nagyon aktuális probléma, hiszen ebbe vagyunk, be vagyunk zárva, ugye van egy ilyen nagyon durva mondata, László G. Attilának, aki mondja, hogy bezártak minket. Igen. És Gubikági, illetve hát én nagyon-nagyon hálás vagyok Zicsi Gabriellának, aki ugye ennek a Zichy Szín-műhelynek az atya vagy a feje, hiszen ő miatta alakulhatott ez ki, hogy ez megtörténhessen, ez az előadás. 2014-ben jött létre a Zichy Szín-műhely, és akkor ugye most egy online előadás keretében ezt fölteszitek, vagy már föl is tettétek a színpadra, ezt a bizonyos Gordiusz című darabot. Ugye arról szól, hogy van a férj, aki lényegében egy otthoni diktatúrában érzi magát, van a feleség, aki azt mondja, hogy akkor itt én mondok meg mindent, meg van a takarítónő, aki egyszer csak ott van. Igen. Hát nézd, először is a bemutatót ne felejtsük el, hogy az március 13-án 7 órakor a Hadszínteátrumból fogjuk online közvetíteni. A Zichy Szín-műhely, aki fölkért minket erre a munkára, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos vállalás. Itt azért a járvány alatt születik egy kortárs magyar ősbemutató, ami a Zichy Szín-műhely érdeme. Én azt gondolom, hogy egy nagyon gazdag és nagyon szakszerű szereposztással, és valóban itt a Zolinak ahogy a Linda mondta, egy nagyon aktuális téma, egy nagyon mai téma, egy minden háztartásban jelenlévő téma, amit ráadásul hát én szerintem egy ilyen nagyon szerencsés műfai választással írt meg, és ugye ez a bizonyos vígjátéki vagy komédia, mint műfaj meghatározás. És most már csak az a kérdés, hogy nagy baby boom lesz a végeredmény, vagy nagy vállás, mert ugye ez hát majd a darab végére az is kiderül. Igen, hogy mind a szélsőségekben mozog ez az egész karantén. Lejátszott benne a takarítónőt, említetted, hogy nagyon sok hetet voltál te is karanténban. Ilyenkor, amikor színpadra állítjátok a darabot, és az András megmondja, hogy akkor így gyere be, itt mondd el, ott menj ki, és közben csináld ezt meg azt. Nem csak gyere be, és nem menj ki. Tehát végig együtt, vagy be vagyunk zárva, tudod? Jó, tényleg karantén. Jó, kimegyek a fürdőszobába, mit akarás mellett vagy mögött van. Igen, de oda is belátnak a néz. Ilyenkor az ember, amikor fölmegy a színpadra, és sok héten keresztül karanténban volt, akkor a saját tapasztalataiból építkezik, amikor a színpadon megmutatja, hogy abszolút. Tehát teljesen bele lehet építeni. Tehát az egész őrületet, vagy a gondolatmenetet, hogy az elején az ember nagyon fel van dobva, fú, milyen jó, most azt csinálok, amit akarok, olvasgatok, kertészkedek, stb. És utána egyre szűkül ez a dolog, és már az ember megőrül, és mondja, hogy már bármit. Én például voltam szobalány is. Reggeliztető szobalánynak elmentem, mert azt mondtam, hogy nekem muszáj dolgozni. És ugye nem voltak színházak, nem voltak akkor előadások, úgyhogy én ezt úgy vártam, mint egy falat kenyeret, mert most már legalább tudom, hogy kell szakszerűen takarítani. Azt ne felejtsük el, hogy alapesetben, hogyha nincs ez az őrület, akkor a férj és feleség naponta, azt hiszem, nettó 6 percet beszélget egymással. Olyan sokat? Igen, akkor lehet, hogy ez azért, tehát nem 20 év után, hanem még az első pár évben, és ugye itt viszont adva van, hogy ők be vannak zárva, tehát kénytelenek többet beszélni, és ez lehet, hogy rossz irányba fordul, vagy lehet, hogy jó, attól függ, hogy ki hordja a nadrágot, ez is ugye váltakozik, és tényleg ott kiderülnek dolgok, mert itt az ember ugye nem ér rá, el kell mennem postára, ide kell futni oda, de itt most hova mész? Sehova, a boltba maximum, és ez éppen ezért akkor ott kiderülnek a dolgok, kiderülnek a nem működések, kiderülnek a problémák. És hát megismerik egymást. Végre. Tehát ebben ez a dermesztő, hogy megismerik egymást. Tényleg ilyen vagy? 20 éve élünk együtt, és tényleg ilyen vagy? És bemutatkoznak. Meglepetés. Te vagy a feleséged, én meg a férjed. Na, gondolom lehet majd nevetni rajta azért. Lehet. Hát szóval. Szerintem én tragikomédiának is mondanám, remélem, hogy a Zoli nem fog megorrolni ezért, nem, de van benne. Karant tragikomédia. Igen, tehát néha a legnagyobb tragikus pillanatokban tudunk a legnagyobbat nevetni, ez borzasztó, nem? Ilyen fakad belőlünk, akkor vagyunk a legjobb helyen. Igen. Szóval 13-án bemutató. Így van, most mindenki legyen a képernyő előtt, és nézzék meg március 13-án 19 órakor ezt a Gordiuszt. Hát, köszönöm szépen, hogy jöttetek, és hát te tökéletes profi orosz vagy, spasiba. Nyilzeste. Kellemes további szép napot nektek.